Éppen elkezdtük a Téltundra világot, azon belül egy darab pályát teljesítettünk, a misztikus mocsarat, most már megvan minden képesség, haladhatunk tovább a pályákkal, és utána pedig Riptót fogjuk legyőzni, a végső főellenséget. Az első pálya, amit ebben a videóban teljesítek, az a felhő templomok lesz. Na lássuk csak, a varázsló kövé változtatja, visszaváltoztatja, kövé, vissza. Két varázsló itt szórakozik, na de aztán az a... Ó, úgy néz ki, mint egy... eltüntette a pálcát, úgy néz ki, mint egy oroszlán egyébként. Na jó, és akkor ezt kell nekünk megoldani. Megint valami viszály van itt, na hadd nézzem, Alarik a varázsló. Én voltam a Valár leghatalmasabb varázslója, amíg ott az a boszorkánymester el nem lopta a pálcámat. Ő és a barátai pedig arra használták a mágiát, hogy elfoglalják a várost. Én nem akarok így beleszólni, de hogy a leghatalmasabb varázslótól hogy veszik el a pálcáját, az egy... érdekes kis gondolat, na jó, hogy küldi a varázslatot egymás után hármat is, hát szégyen magad, na itt a pálca, oké, meg is puszilta a pálcát, aztán mehet a varázslat, hát igen. Na jól van, hát kihíváspont itt nincsen, viszont achievement az van, elvileg nem szabad eltalálni egy darab bárányt sem, gondolom, arra a bárányra gondol a játék, ami az ilyen lepkéket adja, szerintem arra szól, vagy pedig ezekre, hogy ezeket fújjam el, vagy ne is találjam el ezeket, na majd meglátom a végén, de don't hit any sheep, ez a leírása az achievementnek. Oké, szóval a köpeteteit küldi, de hát legyőzni csak le kell ezeket az ellenfeleket, úgyhogy majd meglátjuk, hogy én arra gondolok, hogy azok a bárányok, amik eddig voltak. Na hát akkor maradok kék Sparx-szal egyébként, tehát akkor itt kb. Az a feladat, hogy sebesülés nélkül így legyőzzünk mindenkit, vagy hát végig menjünk a pályán, de hogyha mondjuk tudok használni ilyen köpeteket, akkor így jól fog ez működni. Idekint is szétnézek, aztán hol olyan itt a... Ja, itt lehet tovább menni, van itt egy örvény, akkor ezzel fölkerülünk, azt mondja idáig, jó. Gyűjtjük továbbra a drága köveket, a könyvespolcot, semmi izgalmas. Na lássuk, ott lesz majd még egy varázsló, ahogy látom. De jönnek megint az ellenfelek. Ő jön, ő pedig köpni fog egyet felénk, vagy hogyan támad. Ja, ott van a varázsló, a boszorkánymesternél. Odafelé szalad, na várjál, akkor ő lő egyet, kettőt, aztán hármat, utána átugrok, és hát mindkettőt egyszerre így legyőztem. Megvan a varázspálca, és akkor mehetünk. Jó, oké, hát akkor megismertem azokat a támadásokat, amiket ellenénk tesznek, szóval így jó lesz. Ezzel pedig be lehet célozni azokat a köpőket. Opa, jön ott még egy itt, nekem lesz, nem, sajnos, az ott maradt, na várjál, gyere. Úgy, én meg támadok, oké. Hoppá, ott egy bár, remélem nem találtalak el, jó, nyugi báránykám, semmi baj nincsen, én nem akarlak eltalálni. Ott van a boszorkánymester, innen el tudom találni ezzel a köpéssel, nézzük csak, meg mondjuk becélzom úgy, elmegy odáig, el! Ez az, és akkor már egyből ott a varázspálca. Na mi van? Nem puszilod meg a varázspálcát, csak akkor, ha ide jövök? Na mi? Jaja, még itt... Ott mi történt? Hogy? Na támadsz megint, vagy mi van? Addig, amíg az átvezető videót mutatta, addig nem jött közelebb. Na ott lesz egy gömb kihívás, akkor azt majd megszerezzük. 21 ellenfelet kell legyőzni. Ott van a másik gömb kihívás, az a bujócskázás, arra emlékszem. Ja, itt vannak a báránykák. Jó, ők előjönnek. Na akkor itt csak óvatosan, őket nem akarom eltalálni, szóval tényleg figyeljünk. Hey, hogy nézel ki? Jó, hát itt sokkal jobb feje van nullás ügynök. Itt sokkal szebb a feje, vagy nem, hogy is mondhatnám. A titkos buvó helyére megy, csak a titkos klubom tagjai léphetnek be oda, viszont addig nem indulok el, amíg nem bújsz el a mögé, a fa mögé, hogy ne láthass. 4-es nehézségi szint. Ja, hát erre emlékszem igazából, itt bujócskázni kellett, hát majd megcsináljuk mindjárt, csak előtte azért mondjuk szedjük össze onnan. Ez az, szedjük össze még innen, ez is jó, aztán majd lesznek, hoppá! Odafent mi újság a boszorkánymester, na menjünk akkor, mert itt fel is kell lesz majd mászni, ott fagyasztani azt a őket, vagy hogy is lesz, érdekes lesz, annyira nagyjából úgy emlékszem, de akkor menjünk el a pálya végéig, 18 ellenfelet győztem le eddig, Szerintem végig kell menni az egész pályán, hogy akkor ezt be tudjuk fejezni. Őt így lelőjük, ez az. Jó, pálcával nyithatod tovább. Én meg akkor ugrok is, csak akkor jönnek majd hárman. Azt mondja, egy támadás, kettő, és itt az visszafordult. Nem olyan, próbáld meg nyugodtan. Gyere, próbáld meg! Oké, azt hiszem itt lesz az utolsó olyan boszorkánymester. Na várjunk, akkor gyorsan átugrok. Ez az. Jön a támadás, egy, kettő, és a harmadik. Így legyőztük. Oké. És akkor hát ő megadja a varázsló, felszabadítottad a városunkat, boszorkánymesterre karmaiból, kérlek vedd el ezt a gömböt. Így van, ő gömböt ad és nem talizmán, de attól még ez a pálya végét jelenti. És meg is van, síp lesz, achievement feloldva, oké, akkor arra gondolt. Jó, tehát most már mivel az achievement megvan, tehát az a trófea, hogyha a PlayStation-on játszol, akkor így akkor a pálya az kész valójában, és akkor meg lehet már gyógyítani Sparxot, de ezzel feloldottuk akkor azt, hogy kik jönnek itt lefelé? Ja, őket kell, aha. Tehát itt van a feladat, Murgán a varázsló, mitikus hangtornyainkat elfoglalták trollok, és miattuk nem szólnak a harangok napok óta. Megpróbáltam tűzmágiát használni, de csak bevadultak tőle. Fagyasztó képességkapu hidegre teszi a trollokat, de a harangokat is meg kellene kongatni. Megszólalnak, ha jól nekik rohansz. Jó, tehát akkor itt 3 darab harangra. De jól néz ki! Ez igen. Na jó, fagyasszuk le. Azt mondja egyiket, fagyasszuk le másikat. Ezzel tudok feljutni idáig. De itt, ja itt is lesz még egy portál, vagy hát ez a képességet itt meg lehet szerezni. Itt akkor a magasban úgy lefagyasztom. Őt visszavárjam. Háj meg egy kicsit! Innen megyek erre a platformra. Innen, hogy pont akkor? Na várjam, semmi. Ez most így nem jó. Vissza ki. Amikor nagy, így a nagy állapotába. Nézem, innen fel lehet esetleg így ugorni, nem, kell a másik hozzá. Tehát megvan ez, aztán megvan ez, innen pedig jövök ide, utána pedig kongatok itt egyet, 1/3. Aztán itt ugrálgat egy, várjál, akkor őt is, várjál, szerintem elég kicsibe, elég így ekkorába. Jó, akkor megvan így a második harang. Így 2/3. Gondolom most egy gömböt vársz tőlem, hát azt még várhatod. Egy harang még mindig van hátra, mögöttem lévő csilingeléssel eljuthatsz. Jó, akkor csilingeljünk föl, és akkor itt lesz meg majd a... Gondolom, várjál, lesz, hogy kellene milyen magasságba így. Innen így fel tud, na várjál mindjárt, majdnem feljut, de hogy, ja még itt, jó. Tehát itt van ez a komámt, őt megállítjuk, őt állítjuk meg, ezt is megállítjuk, csak így nagy formába. Innen, hát ez túl nagy forma, meg el is tűnik a, na itt akkor így, ez már nehezebb, mert így le kell jönni mindig a képességét. Na itt az egyik, itt a másik, és innen fel tudok jutni, oké. Téged, meg téged, és utána itt kongatok egyet. Így van meg mind a három. Köszönöm Spyro, nem hittem volna, hogy sikerült. Tessék egy kis szuvenír a felhőtt templomok ajándékboltjából. Jó, egy gömb. Aztán akkor menjünk és teljesítsük akkor azt a 0 ügynökös kihívást. Nézzük akkor ott, de hát előtte mondjuk még gyűjtsük össze akkor a drága köveket. Jó volt ez a kis képesség szerintem, ez az ilyen jeges lehellet. Hát ez volt már itt a második játékban. Itt a Spyro 2-ben volt ilyen új lehellet. Ez éppen csak egy kihívásra volt, de nekem tetszett, eléggé tetszett, hogy egy ilyet így beleraktak. Igen, a későbbi játékokban azért már elég gyakori, mármint hogy a Spyro 3-ban szerintem volt egy pálya is, ahol szinte végig ilyen jeges lehellet volt, de egyébként majd ez még folytatódik a később, várjál, el kell bújni tőle. Ez még folytatódni fog majd más játékokba. Ha nem tudom, a Spyro 4, ami majd megjelenik, az milyen lesz, vagy hogy, hoppá, jó nem. Tehát, hogy ott majd lesznek-e új lehelletek, de azt tudom, hogy majd gyűjtöm a drága köveket, csak először kellene jutni a titkos bázisba, mert úgy emlékszem, hogy bezáródik az ajtó majd mögötte, tehát de majd be kell lesz szaladni. Hoppá, jó, azt hiszem ide kell bújni. Tehát, jó, oké. Talán maradhatok itt, nem? Szerintem maradhatok itt. Ott bujócskázik, fordul egyet, most pedig bemegy, és én is bejövök. Hoppá! Na mi van nullás ügynök? Hogy? Ide találtam anélkül, hogy követtél volna? Ezek szerint te és a titkos klubhoz tartozhatsz, tessék! Itt van ez a decoder, ezzel képesek vagyunk üzenetek küldésére. Hát nullás ügynök, kösz szépen a gömböt. Jó, akkor így mindegyik gömb megvan, azt hiszem, jól emlékszem. Így bizony, ide kell egy book fence, vagy headbash képesség. Az odalenti, ez nem az kellett, hanem kell valami tűziját? Ja, fentről még azt nem csináltam meg. Emlékszem, ott ott nem néztem ki oda. A harmadik harangnál ott nem néztem ki, csak azokat a trollokkal bogaráztam és velük foglalkoztam. Tehát majd lesznek lehelletek. Jéglehellet, azt hiszem a Spyro 3-ban van egy olyan pálya, ahol majdnem végig azt használhatjuk, de hát nem folytatás, vagy hát hogy mondhatnám, valószínűleg folytatásnak kéne neveznem, de nem tudom, hogy a Spyro 4 hogy fogja a sztorit fogja folytatni, vagy nem. De az Enter the Dragonfly-ba ott vannak újabb lehelletek, aztán a Legend of Spyro-ba szintén vannak újabb lehelletek, szóval ez olyan dolog. Várjunk oda, hogy kell. Ja, szerintem majd innen kell. Akkor kiengedem a figurát, hadd menjen körbe, csak akkor onnan. Azért mondtam így, mert szerintem úgy lesz, mint a Crash 4-nél, hogy... Állj meg, hogy... Majd de gyorsan mentél, így most nem érem még el. Mert a Crash 4 a trilógiát folytatta, és szerintem így lesz a Spyro 4 is, hogy majd a trilógiát folytatja, de majd meglátjuk. Minden esetre, ha ilyen jól fog kinézni Spyro, akkor felőlem jöhet. Jöhet nyugodtan a többi lehellet, meg ha ilyen jó lesz a játékmenet is mondjuk mellé, az megint jó. Jop, így felugrottam, most már csak meg kell várni, hogy ez lejárjon, és akkor utána meggyújtom ezt. Meggyújtottam a rakétát, az akkor majd ott összetöri, ami lent van. Itt van 2 kosár, még ebben vannak drága kövek. Jó, itt a széttört, ezeket összegyűjtöm, és szerintem akkor kész is vagyunk ígyni. 400×400, a pálya teljesítve, mehetünk haza. Oh, mi lesz a boszorkánymesterre? Puf! Kap egy varázslatot, szevasz! Ő lett ez így, hát akkor akik azok voltak, azok micsoda, jaj, a szerelem. Következő pályánkhoz bejövök ide a szuperportálhoz, tőle így ebbe az irányba. Itt van a professzor, illetve az a pálya, amit feloldottunk, a Metropolis. Na, Metropolis, oké, szépen a robotunk várja a buszt, lazán, nyugiba, hop-hop. Mi az itt? Egy disznó? Rakétával ellátva? Nem, ez nem lehet igaz, mi? Oda nézd, de tényleg, fú, de furcsa. Te meg mit nézel rám? Ne, van, hát mi a baj, robot uram? Mi a baj a disznókkal? Ezt magyarázta el nekem. Vezető droid, a fanbeli lázadás kicsúszott az irányításunk alól. Kell valaki, aki visszaállítja a rendet. Találd meg a feltaláló droidot, valami tutin dolgozik. Oké, érdekes ez a dolog, tutin dolgozik a feltalálókám, hát jól van, akkor majd feltalál valamit. Húha, komolyul néz ki ez az egész hely. Menjünk akkor, és teljesítsük. Már is itt van nekünk, hoppá, a farm béli állatok. Megállsz valamikor, vagy ez egy ilyen örök cuckó? Na várjál, akkor megvárjuk, míg szélre kerül, aztán egy ilyen ugrással mondjuk így, ez jó időzítés volt. Lehetett volna jobb is szerintem, de a lényeg, hogy ez sikerült. A következő feladat, hogy itt a lifttel felmegyünk, szerviz. Költségcsökkentések miatt ez a felvonó nem lett megjavítva. Most így áll működésképtelen. Viszont szerintem beindulhat, ha egy jó erős ütés érné. Hát akkor egy ilyen ütéshez mit szólsz? Már is megyünk. Jó, le is érkeztünk. Jönnek a drága kövek itt körbe. Azaz, és akkor itt van az a malackám, az a beindítja a rakétát. Malackám, júj! Mi csinál ez? Ki kényszerítette ilyenre? Hát ez nem tudom, ez hogy van, vagy mint van, de azt tudom, hogy ez azért elég durva. Jó tehénnek annyi. Wow, a másik tehén az pedig célzós, ráadásul pajzsos, figyelj! Tű, Buzz Lightyearok itt vannak, na várjál, gyere, nyugodtan, aztán puff, hogy... Mi a? De most az se neki, semmi? Semmit nem enged, vagy hogy van ez, vagy mit tegyek akkor tőled? Egy ilyen bukfences fejes, egy ilyen, az sem jó, nevetgélni. Hát ez most hogy van akkor? Mit csináljak én vele, mert az van, akin pajzs van, annak neki mehetek aztán úgy, jó, de most itt nem úgy tűnik ez. Hát furcsa, nem baj, legalább őt le tudom győzni, azt mondja, innen indulok, szevasz. Majd Sparxot azért meg kellene gyógyítani, kivel lehet így gyógyítózni, vagy mi a helyzet, majd meglátjuk. Minden esetre... Wow! Nem igaz, hogy jönnek! Hát ez nagyon jó, ez nehéz pálya, vagy hát nem azt mondom nehéz, hanem azt mondom, hogy váratlan, mert váratlan volt az is, hogy ott akkor jöttek ezek a disznók, egymás után három, meg váratlan az is, hogy lövöldözés a pajzsal, pedig nem tudunk mit kezdeni. Hoppá, ott van egy kis tojás, na gyere csak ide kis tojásom. Jó, itt van nekünk egy ilyen mászófal, ezt majd valamivel össze kell, még egy, jó. Aha, itt lesz szerintem, ami az achievement, ja. Itt van az az ökör, vagy nagy bika, őt úgy kellene legyőzni, hogy nem sebesülök meg. Na erre kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e. Logisztikai droid, ahogy látod, gonosz bika elfoglalta a fegyvertárunkat, azt hittük, hogy a sétány befagyasztása távol tartja az állatokat. Az a bika kemény dió, javaslom, hogy fordítsd ellene a bombáit, ami nem lesz kevés, az egyszer biztos. Jó, akkor a bombákat kell majd oda lökni felé, csak itt hát ilyen jeges ez az egész. Azt mondja, lövök oda egyet. Hú, de nem jó, mert mikor robban, vagy oda. Áááá, ezt már elrontottam, kiugrok, akkor újra próbálhatom, vagy mi van ilyenkor, újra lehet próbálni? Aj, vagy az egész pályát vissza kell, vagy mi? Na próbáljuk meg akkor megint, hát lássuk, hogy akkor ez hogy mehet. Oda küldöm, vagy ez nem jó, hát az a baj. Na de, megfordulok oda. Jó, egy találat. Jó, azt mondja, még, vagy ne, második találat. Nem megy el odáig, vagy hogy van ez? Nem könnyű, most ott vissza. De a túl közel volt, és nem pattant odáig. Ez elpattan? Szerintem úgy szemből kell, tehát jövök itt erre, itt kikerülöm. Jövök szemből, de nem hiszem! Meggyógyítottam a Sparxot, érkezem újra, na gyere, küld a bombát, megyek neki, fordulok vissza, fordulok előre, lövök egyet, aztán nem jó irányba ment, na még egyszer. Kezdjük, hopp, most szemből, oda küld, jó, második találat. Sparx még mindig aranyozó, ott arra... Mi volt? Ezt nem hiszem el, hogy mi folyik itt. Hú, ez a bika, ez fel tud bosszantani, na várjál, jövök. Az első bomba már rosszul indult, akkor figyeljünk rá. Jó, még egy találatot sikerült bevinnem, fordulok, lövök még egy találat, így le lett győzve, de remek munka sárkány, végre meg tudjuk védeni a városunkat, tessék, itt van ez a vizuálisan megnyerő jutalom. De az a helyzet, szerintem már adná az achievementet. Szerintem az életet, ahogy sebeztem, az úgy nem töltődött neki vissza, és akkor hát ezt így egyszerre kell, úgy érzem, hogy betöltöm a pályát, jövök, aztán teljesítem. Úgyhogy akkor most végigmegyek a pályán, aztán visszatérek úgy a pálya teljesítése után, újra és újra próbálgatom. De már ha idáig eljutottam, akkor így csinálom a pályát. Azt mondja, innen a jobb szélről. Így ugrok, legyőzöm, oké, rendben. Jó kis miniboss, de hát elég nehéz volt szerintem. De főleg azzal a kihívással, hogy nem sebződhetünk meg. Plusz egyébként az is nehezítette, hogy ott olyan jégpályán voltunk, hát az nem egyszerű, az eléggé nehezítette, én legalábbis úgy gondolom, hogy az nagy nehezítés volt. Megyünk megint lentebb és lentebb. Hát ja, akkor ez tényleg úgy kell, hogy úgy betöltjük a pályát, aztán utána minden... Vagy most már fenn... Várj, jó irányba jöttem én egy... Jó irány. Hát ez igen, ez jó irány. Oké, ja, itt kell ezt majd repkedni, vagy hogy is van ez. Az a Metropolis pálya, nagyjából emlékszem. Lesznek valami űrhajók, vagy mi is lesz majd, aztán azokat majd mindjárt kiderül. Az biztos, hogy ebben nem ugrunk bele, mert az kellemetlen. Na lássuk ezt a támadást, meddig lősz. Pont idáig? Várjál csak gyorsan, hopp, jó, megvagy. Ő lő egyet, védekezik, utána lő egyet, és oldalról. Tehát a védekezés az azért van, hogy akkor megtudjuk, hogy a hátát hogy lehet eltalálni. Tehát akkor forgalózik velem. Forgalózik, én meg beleesek oldalra. De nem lehet olyankor megkerülni? Nem lehet megkerülni. Hát az a pajzs nagyon jó. Itt már nehezek az ellenfelek is, tehát ez is így folyamatosan támad, jól kell ugorni, jól kell időzíteni azt az ugrást. Ez már nem könnyű pálya, itt már tényleg az utolsó világnál vagyunk. Oda lent mondjuk még lett volna a cucc. Arra is ezzel pedig... Wow! Na mi újság van itt? Feltaláló droid? Hát ez egy nő. Hallottam, hogy jössz, köszönjük, hogy megakadályoztad az összeesküvést. Kérlek, fogadd el ezt a dolgot, úgy tűnik az élő lényeknek tetszik. Az a gömb. Jó, hát itt a vége is, akkor a hazatérés is itt lesz, úgy bizony ott a portál. Mi még nem megyünk haza, majd mehetünk. Ez itt a Valár első kombinált képesség kapuja. Szerencsére itt vagy, hogy leteszteld ezeket az átkozott bárányokat és csészáljaikat, ideje lenne megállítani. Jó, akkor tényleg idő. Wow! Az ilyesmi volt valami, az Enter the Dragonfly-ba valami ilyesmi volt, de annál mondjuk komolyabb volt, mert ott el akarták rabolni, vagy hogy is volt, valami volt, valami komolyabb volt, de nekünk kellett egy olyanba menni, szerintem úgy volt. Nekünk kellett egy ilyennel menni. Lehet innen kapták ezt az ötletet. Na itt akkor szedjük szét, amit lehet, tehát ezeket a lufikat például, hogy leszedjük onnan a drága köveket. Jó kis kombinált képességkapu, és ott a harmadik, jó, ez megvan. Van-e még? Te aztán csillagközi pályára lejted azt a bárányt, fogadd el, állj! Fogadd el, az 2D. Itt van egy, semmi gond, majd ki lesz javítva. Erőfeszítés jutalmául. Oké, még egy gömböt kaptunk tőle. Tudtam, az első bárány kiadott egy vészjelzést. Érkezik a következő hullám, élt túl a második hullámot, ez 5 darab. Akkor dwelling, de ők támadnak amúgy, vagy? Ez nem túl nehéz. Tehát, hogy jó, jönnek, de nem támadnak szerintem. Tehát majd kiderül, hogyha eltalálnak még, akkor majd... Hoppá! Bizony! Na, majd kiderül, hát tényleg itt volt, akkor ide leszállok, és innen kérek egy gyógyítást. Hívni, lássuk, hát itt célozgatni nem fogok, max, hogyha leszállok valahol, és ott úgy célozgathatok, de én azt mondom, hogy nem szükséges az. Ott a negyedik, megvan ő is. Aztán hol az utolsó, ötödiket keresem. Ja, várjál, mondjuk azt szét lehet szedni. Ezt csak ezzel lehet szétszedni, tehát ezt jó, hogy itt megtettem. Na hol van? Hadd nézzek szét. Ott ment arra felé, várj, akkor újra indítom a visszaszámlálót. Hol? Ja, itt jön ki, jó, ott ment alul úgy körbe. Szép volt, szárnyas, bizonyítottad a kettős erősítési találmányom zsenialitását, tessék, tartsd meg győzelmed emlékére. Itt aztán adta bőségesen a gömböket. Jó, minden gömb begyűjtve egyébként, így ez így rendben. Akkor most már csak a drága kövek kellenek, amik hát egy újabb kis melódiák lesznek. Azt mondja, hogy jöttünk mi itt fel, mert azt hiszem nem biztos, de nézzük csak, meg nem ezzel kell eljutni. Ott, ahol a bika volt, ott annál a platformnál volt egy ilyen megerősített, lehetséges, hogy ezzel kell eljutni oda, gyorsan menjünk, és azt találjuk el, szerintem annyi időnk lesz itt, igen, itt van, itt, hogy fel kell erre. Emlékeztem, hogy erre gondolkoztam, hogyan, miként. Hát nem tudom, hogy így a hivatalos, de én így ezt meg tudom oldani. Tényleg lehet, hogyha ezzel így visszajövök a bikára, akkor az úgy... várj csak! Ezzel a tüze... akkor mi lesz? Mert még mindig most jár lefelé. Lehet akkor úgy elég csak ott állni, az puff-puff, lelőjük simán, nem is kell a bomba. Fú, ez hogy eszembe jutott, de akkor nem jutott eszembe, amikor hát elkezdtem ezt a pályát, meg amikor a PS1-jel játszottam, akkor nem. Ez nem rossz ötlet szerintem, ha bár eleget fényeztem már magam mi. Tehát akkor használjuk itt a képességet arra, hogy hát mindenütt összegyűjtsük a drága köveket. Egyébként ott indultunk szerintem, az a rész, ahol így ki lehetett látni, és megtekinthettük ezt az arénát. Jó, tehát akkor a gyűrűkön kell itt hát nem biztos, hogy Saturnus, szerintem nem csak így, ez így itt van. Aztán itt vannak további drága kövek középen. Jó, tovább mehetünk az alagutaknál, akkor itt meg lesznek, aztán itt van még néhány kiszórva, hol maradtak még el, itt vannak, jó, hát szerintem már csak ennyi van, itt ami ezen az arénán vannak, és annyi lesz, vagyis hát nagyon remélem. Több ötletem nagyon nincsen, úgyhogy ide lejövök, szerintem ezekkel be lesz fejezve, és hát szeretném ide még egy... hiányzik még Sparxon, merre? Ide fentre mutattál, vagy ez... Ja, itt van még. Oké, ja, ott is ott van, ja, ennél a zöld területnél. Ennél még itt úgy tűnik van. A zöld területnél itt is van egy egyes, aztán itt fent legfelül pedig egy ilyen bukfences képességes, a headbash. Így, na, gyere csak, ezt vegyük fel, ezt a kettőt, és így a pálya teljesítve mehetünk haza. Na nézzük, akkor kibékültek, vagy nem, ha már nézi. Hol van a kis disznókám, mi? Akkor már nincs itt. Az idő jól jár, oké, na hol a busz? A buszt várta ennyire. Na visszamegyek, megnézem akkor azt a teóriámat, hogy akkor, hogyha én le fogom győzni azt a... sikerül azzal a képességgel legyőzni, arra vagyok kíváncsi, azt a bikát. Figyeld, itt megállok, és amikor elveszi a pajzsot, puff, egyből lövök, így is le lehet győzni. Gyertek, jó, nekik annyi. Hát ezt most már tudom, ha most játszottam ezt a pályát, ez most úgy fog menni, figyeld, itt jönnek hárman is, hadd jöjjenek, pik, pak, puk, ennyi, három ellenfél, itt akkor nem megyek mert itt van az a hely a bikához. Na, akkor elmegyek a képességig. Na figyeld, jövök, repülök, aztán ide felrepülök egyből. Ide. Nem igaz! Kikapcsolta! Fú! Na jó, hát akkor tényleg úgy kell legyőzni ezt a bikát, hogy sebesülés nélkül ezt tényleg nem lehet kitrükközni. Á, pedig azt hittem! Jó! Hát akkor sebesülés nélkül. Na gyerünk! Jó, sikerült, Oli, Oxenfree, megvan az achievement. Fú! Jó, akkor ez így rendben. Azt hiszem ez akkor egy videót jelent, itt a lejátszás lista a korábbi Spyro részekről, nincs sok hátra, a következőben már biztosan legyőzzük Riptót, úgyhogy találkozunk legközelebb.